Hogyan készül 63. rész? Lássuk, miről lesz ma szó. A cement. A szilárdság kulcsa. Koporsó. Az utolsó pihenőhely. Üdítő italok. A popkultúra velejárója. Végül a ringató hintaszék. Ellátogatunk az üzembe, ahol a tökéletes ringatás eszközei készülnek. Sokan összetévesztik a cementet a betonnal. A cement finom, szürke por, amit a beton készítéséhez használnak. Szükség van rá a habarcshoz, amelyel a kőművesek falaznak. Cement kell a betonalapok készítéséhez is. Útburkolatok, vízzárógátak és víztározók belső falának fontos alkotóeleme. A munka a mészkőfejtőben kezdődik. A felszínhez közeli mészkőrétegnek magas a kova, vas és alumínium oxid tartalma. A mélyebb rétegekben már tisztább mészkő található, amelyben kevesebb fém és több kálciumkarbonát van. Az üzemben mindkét kőzetet felhasználják, mert így különböző típusú cementet készíthetnek. A munkások lyukat fúrnak a sziklafalba, majd a lyukakba nagyhatású robbanószert helyeznek. A biztonság érdekében a munkások legalább 50 méter távolságban helyezkednek el a robbantás helyszínétől. A robbantás után jönnek a markológépek, és megrakják az 50 tonnás hatalmas dömpereket, amelyek a rakományt a közeli cementműbe szállítják. Az üzemben a kőzet az előzúzóba kerül. Egyes darabok akkorák is lehetnek, mint egy zongora. Az előzúzóban teniszlabda nagyságúra zúzzák a kőzetet. Állandó vízsugárral termetezik, nehogy a sok por felhalmozódjon és rárakódjon a csúszdára. Az előzúzott kőzet innen a szállítószalagon a középaprítóba kerül, ahol golflabda méretűre tovább aprítják. A magas és alacsony kálciumkarbonát tartalmú kőzetet elkülönítve darabolják. Ezután a két anyagot összekeverik. A keverési arány attól függ, milyen típusú cementet akarnak készíteni. A szállítószalag a kívánt arányban halmozza fel a két fajta kőzetet. Ezt nevezik a nyers keveréknek. Ezután az L1 keverő beönti az anyagot a hengervalomnak nevezett darálógépbe. Attól függően, hogy az összezúzott anyag eredetileg mennyi ásványi anyagot tartalmazott, még több ásványi anyagot adnak hozzá, például kvarclisztet és vasat. Egyes cementfajtákhoz alumínium oxidra is szükség van. A hengerek összekeverik és megőrlik az anyagokat. Az eredmény egy száraz kőzetpor, amit nyers zúzaléknak neveznek. A zúzalék ezután az előhevítőbe kerül, amikor a hevítővel jut a hőmérséklet 80 fok. 40 másodperc elteltével a hőfok 10-szeresére nő. Ekkor az ásványi anyagok ötvöződnek egymással, és ennek eredményeképpen később a víz hatására megszilárdulnak. Az előhevítőben található egy gyorségető berendezés, amely 5 másodpercen belül egy vegyi reakció révén eltávolítja a porban lévő széndioxid 95%-át. Ez a folyamat izolálja a meszet, ami a cement fontos alkotóeleme. A cementpor innen a rotációs égetőkemencébe kerül, ami egy hatalmas hengeres szerkezet. Olyan szögben épült a belseje, hogy a por 49 méter magas térben felalá mozog. Az égetőkemence hengerei percenként kettőt fordulnak, és ez biztosítja, hogy az anyag a hengerben a megfelelő sebességgel mozogjon. Az alul lévő gázégőből jövő hőség eléri az 1600-1700 Celsius fokot. Amikor a por hőmérséklete eléri az 1500 fokot, az egész mennyiség üveggolyó nagyságú darabokra bomlik, amelyeket klinkernek neveznek. Amint a klinker kikerül a kemencéből, hatalmas ventilátorok az egész mennyiséget 60-80 fok közötti hőmérsékletre hűtik le. A klinker ezután a raktárba kerül. A
cementkészítés utolsó fázisa a végső méretre őrlés. A cementhez gipszet adnak. A gipsz mennyisége attól függ, hogy mennyi cementet akarnak készíteni. A gipsz lassítja a cement megszilárdulását, így az akár 2 órát is eltarthat. A cementmalmokat golyós malmoknak hívják, mert a belsejükben fémgolyók vannak, amelyek a legnagyobb malmokban akár 150 tonnát is nyomnak. A malom forgása során a golyók a klinkert és a gipszet finom porrá örlik. Ez hát a cement. Most már mindent tudunk róla. A koporsó szót helytelenül gyakran 2 különböző típusú koporsó megnevezésére is használják, pedig valójában nem ugyanarra a termékre gondolunk. A szokásos koporsó 6 vagy 8 szögletű és alul elkeskenyedik, olyan, mint a Dracula filmekben. Az amerikai stílusú koporsó, a casket azonban szabályos téglalap alakú és fémből, műanyagból vagy fából készül. Ilyet az átlagos vámpírok használnak. Ha fából készül, akkor az elkészítés módja ugyanaz, akár kőrizsből, tölgyből, mahagóniból vagy más faanyagból készítik. A leszabott léceket először egy gyalogépen tolják át. A gép kialakítja a széleket. Az egyik végén a csapokat formázza meg, a másikon a vájatokat marja ki. Egy munkás ragasztóval kenni be az összeillesztendő éleket, majd egy körsatuban összefogatja az eresztékeket. A ragasztó 1,5 óra múlva megköt, és a lézdarabokat egy nagy, hajlított formává szilárdítja. Ez képezi majd a koporsó felső, téglalap alakú fedelének a hosszú oldalait. A téglalap forma végső kialakításához egy munkás a lapok mindegyik végére egy V alakú vágatot készít. Majd beleragaszt egy 3-szög alakú elemet. Miközben egy sajtológép összeszorítja az alkotó elemeket, a munkás a végeket egy tűzőgéppel összefogatja, ami olyan, mint egy irodai tűzőgép, csak erősebb kivitelben. Most egy gép középen egy vájatot mar a fedél alsó részébe. A munkás ebbe egy fadarabot illeszt, majd a tűzőgéppel beleerősíti. Ezt áthidalónak nevezik, és ennél a pontnál fogják később a fedelet két felé vágni. Innen a fedél egy automata csiszológépbe kerül, amely előbb durvább, majd finomabb felületet alakít ki. A következő lépés a koporsó fedél belső, díszes profiljának a hozzáillesztése. A profil belső részén egy vájat van, amelybe később a koporsó kárpitanyagát fogják beszorítani. A munkás középen egy kisméretű faéket ragaszt be a vájatba, hogy az felnyitáskor ne látszódjék. Most a fedelet az áthidalón keresztül 2 fűrészelik. Eközben egy másik munkás a koporsó alsó részét állítja össze, amit a doboznak neveznek. Az oldalakat összeragasztja, felteszi az alsó profildíszeket, majd a tűzővel mindet összefogatja. Most a doboz fordított helyzetben van. Ráteszi az alját. Majd az egészet a talpára állítja. Most 4 zsanérral összeerősítik a fedelet és az alsó részt. A koporsót most befújják az alapozó festékkel, amit alaposan bedörzsölnek a felületbe. Most a koporsó a szárítókamrába kerül, ahol a festék 1 óra alatt megszárad. Ezután egy munkás 2 rétegnyi lakkot visz fel úgy, hogy a műveletek között 40 perc száradási időt hagynak. Ez itt épp egy magas fényű lakk, de vannak modellek, amelyek mattabb fényezéssel készülnek. A teljes száradás után felerősítik a fogantyúkat. Ezek minél drágább a koporsó, annál díszesebb kivitelezésűek. Ennek a tölgyből készült modellnek a sarkai nagyon díszesek, és fából és fémből készült mozgatható fogantyúi vannak. Más modellek fogantyúi fémből készülnek, és vannak fából vagy fémből készült rögzített fogórudakkal ellátott modellek is. Az elegánsabb koporsókban fából készült állítható magasságú ágy is található. Az ágyat szövettel húzzák be. Az alapmodellben az ágy erős itatós papírból készül, ami alá fagyapotot helyeznek. A
kárpitos mester a koporsót habszivaccsal béleli ki, amire bársony, szatén vagy krepszerű műsejen borítás készül. A megfelelő berakással, varrással vagy tűzéssel különböző formákat alakíthatnak ki. Minél drágább a koporsó, annál finomabb anyagokat használnak, és a belső kárpítozás mintája is jóval díszesebbek. A díszes szegély eltakarja a tűzéseket. A fedelet szövet hevederrel vagy fémből készült csuklópánttal tarthatják nyitott állapotban. Az ilyen koporsók kivitelezésénél a szépség és a finom megmunkálás dolgában szinte nem is létezik határ. Egészen szép lett. Mit láthatunk a szünet után? Hogyan készülnek mindannyiunk kedvencei az üdítőitalok? És hogy kell összerakni egy ringó hintaszéket? A szünet után minden kiderül. Folytassuk hát a Hogyan készül műsorát. Az üdítőitalok az egykori patikák szénsavas ivókutyainál születtek, ahol a gyógyszerészek szénsavval dúsított vizet kínáltak a vevőiknek. Annak idején az ilyen italokat gyógyhatásúnak tartották. Idővel olyannyira népszerűek lettek, hogy a vevők palackozott formában elvitelre is vásárolni akartak belőlük. Ez az igény teremtette meg az üdítőitalipart. 2003-ban mintegy 195 milliárd palack üdítőitalt adtak el, vagyis a Föld minden lakójára 30 liter jutott. Ezek a két literes műanyag palackok épp most érkeztek a palackgyárból. Noha vadonatújak, a töltés előtt az üzemben minden egyes palackot átmosnak. Az öblítőgép megfordítja a palackokat, majd a befecskendezett vízzel a helyszínen kimossák őket. Amint a víz kicsöpög, a gép a talpukra állítja őket, majd innen a töltősorhoz kerülnek. Közben a keverőteremben az alkalmazottak kikeverik az épp aktuális italfajtát. Mindegyik recept a szűrt víz betöltésével kezdődik, ami az ital 86%-át teszi ki. A többi az ízt adó szirup. Minden egyes szirup rendkívül gondosan adagolt összetevőkből áll, természetes és mesterséges színezék, valamint gyümölcs vagy szőlőcukor, amit cukorrépából vagy cukornádból nyernek. Ez a gép a kívánt arányban a szűrt vízbe tölti a szirupot, és a szénsavat leszámítva már kész is az üdítőital. Innen az ital a karbonizálónak nevezett nagynyomású tartályba kerül, ahol befecskendezéssel szénsavasítják. Az immár szénsavval dúsított ital a palackozógép tározójába kerül, ahol a szállítószalagon körkörös irányban mozog. A gép minden palackból eltávolítja a levegőt, majd mindegyikbe 2 liter kólát tölt. Innen a kupakozógéphez vezet az út. A zárókupakok egy sűrített levegővel mozgatott csúszdán érkeznek. A gép a kupakot a palack peremére csavarja és szorosan ráhúzza, hogy a kupak hermetikusan zárjon. Most következik a címkézés. A gép hengere hideg ragasztót ken a fémlapokra. Mindegyik lap magához húz egy címkét, majd a palackra helyezi. Kefék elsimítják a széleket, hogy a címke teljes felületével odatapadjon. Az üzem egy másik részén a kartonürítő kiüríti a gyárba visszakerült és újra töltendő palackokat tartalmazó kartonokat. Innen az út a palackmosógéphez vezet. A piszkos palackok a mosógéphez érkeznek, ahol egy szerkezet 16-os sorokba rendezi őket. Mindegyik palack megbillen, és először a nyakmosó egységbe jut. Itt egy erős, szappanos vízsugár eltávolítja a piszkot és a baktériumokat. Ezután vízsugárral kiöblítik a mosószer maradványait. A palackok a mosóból kifelé jövet elhaladnak a neonos ellenőrző fény előtt. A dolgozók minden problémás palackot kiemelnek a sorból.
Most a palackok a már előbb bemutatott palackozógéphez érkeznek. Ezeket a palackokat most 3 deci szénsavas narancslével töltik meg. Minőség ellenőrzés céljából minden egyes töltési fázisból mintát vesznek. A laboránsok ellenőrzik a szirup és a víz elegyedési fokát, a szénsav szintet és a légmentes záródást. Ezen kívül szűrőpapír segítségével ellenőrzik az ital és a palack tisztaságát. A szűrőt egy petri csészébe teszik, amelyben a mikroorganizmusok tenyésztéséhez szükséges tápanyagok vannak. Ezután a kívánt hőmérsékleten inkubálják, hogy megfigyelhessék, vajon kifejlődnek-e a baktériumok. A műanyag palackok csavaros kupakjával ellentétben ezeken az üvegpalackokon hagyományos zárókupakok vannak. Amint a kupakok az üvegre csúsznak, a gép erősen leszorítja őket, és ezzel légmentes záródást biztosít. Legközelebb, ha kibontunk egy üdítőitalt, már mindent tudni fogunk róla. A ringató hintaszék a hagyományos hintaszék billegő mozgását egy vízszintes irányú oda-vissza mozgással kombinálja. A szülők gyakran vásárolnak ilyet, hogy a gyermekeiket álomba ringassák, vagy etetéskor megnyugtassák őket. Más modellek azok számára készülnek, akik beszélgetés, olvasás vagy tévézés közben billegni és ringatózni szeretnek. Az ilyen hintaszékeknek több típusa létezik. Vannak olyanok, amiket tömörfából és párnázva készítenek. Vannak fémkeretesek, amelyek részben vagy teljesen kárpitozottak. Az első lépés a szárított faanyag méretre vágása, ami lézer és számítógép vezérlésű fűrésszel történik. Az itt készülő fa modellek alapanyaga juhar, tölgy vagy kőr is. Ezek mindegyik az erősségéről és tartóságáról ismert. Ezután egy számítógép vezérlésű marógép a faelemeken csapokat alakít ki. A csap a faelem egyik végén található kitüremkedés, amely egy másik elem csapmélyedésébe illik bele. Egy másik gép megformázza a székkeret részeit, egyszerre 4 darabot. Az asztalosok a csapos kötések mindegyikét kézzel beenyvezik, majd az elemeket a csapolásnál összeerősítik. Mire a ragasztó megköt, az illesztések gyakorlatilag már szétszedhetetlenek. A ragasztó száradása után az üléskeret a következő fázishoz kerül, ahol egy másik esztergán megkapja a végső formát. Ezután egyre finomabb csiszolóvásznakkal simára csiszolják. Most lyukakat fornak, hogy felerősíthessék a karfát és a szék hátát. A pontosság itt rendkívül fontos. Mielőtt mindent összecsavaroznak, előbb egy befogó készülékben összeállítják az alkatrészeket, hogy biztosak legyenek benne, minden pontosan és a megfelelő szögben illeszkedik-e. Most felerősítik az úgynevezett több pozíciós szerkezetet. Ez biztosítja, hogy a szék 6 különböző kényelmi pozícióba legyen állítható. Ezzel a rugós szerkezettel szabályozható a dőlésszög. A szék karfájának felső és alsó részébe erősített golyós csapágyok biztosítják a finom ringató mozgást. Ha pontosan rögzítik, akkor a hintaszék hosszú évekig szolgálhatja gazdáját. Az asztalosok most összeállítják a ringató hintáztató szerkezetet. A szerkezetet ezután betolják a székkeret alá, majd a két részt egymáshoz erősítik. Az egész szerkezet működésének finomsága az összeillesztés pontosságától függ. Közben a kárpitos műhelyben is serény munka folyik. Sokfajta stílusú és színű szövet között válogathatnak.
A munkások az adott modellhez szükséges ülésszövetből több réteget egymásra helyeznek, és egyetlen művelettel mindet méretre szabják. A szövetköteg egy gumírozott tartón fekszik, és a vákuumnyomás megakadályozza, hogy a számítógép vezérlésű szabás művelet közben elmozduljanak. Miután az egyes darabokat leszabták, a varrógép összevarja a cipzáras ülőpárnákat. Egy másik vákuumgép egy kis időre összenyomja az ülőpárnákat, hogy a munkások berakhassák őket az üléshúzatba. A párna nem egyetlen habszivacs darab, hanem három különböző szilárdságú szivacs rétegből áll, amelyeket műszálas kötőanyaggal ragasztanak össze. Így a párna a ráüléskor kellemesen besüpped és puha hatású lesz. A különböző habszivacs rétegek fokozzák a komfortérzést, és egyben rendkívüli tartóságot is biztosítanak. A műanyagborításnak mind szerkezeti funkciója, csupán a vákumos eljárás miatt van rá szükség. Egy ilyen hintaszékben rendkívül kellemes üldögélni. Képzeljük el, amint egy fárasztó nap után a kandalló előtt hátradőlünk benne, miközben a lábunkat kényelmesen mozgatva olvasunk, zenét hallgatunk, vagy csak egyszerűen álmodozunk. Ha valami keményre vágyunk, vagy egy haláli pihenőhelyet keresünk, vagy egyszerűen csak a szomjunkat akarjuk oltani, most már tudjuk, hogyan készülnek. Narrátor Forgács Péter. A magyar változatot a Mafin Audio Kft. Készítette.